március 16-án kerültem be 3 évvel ezelőtt, és hát nekem itt nagyon sok mindent megtanítottak a nevelők és a csoporttársaim, amit otthon nem tanulhattam meg. Először, amikor bekerültem, ugye minden gyereknek nagyon rossz érzés az, hogy kiszakítják a családból, de hogyha alkalmazkodik a szabályokhoz, és mindenkivel jobban lesz nevelőkkel elsősorban, akkor hozzászokik az ittben léthez. Persze, hogyha hozzászokik, akkor sem lesz ugyanolyan, mint hogyha családdal lakna, de ugye enyhíti azt a rossz érzést, ami az elején van. A mi gyermek otthonunk 4 lakás otthonból áll. Különböző falvakban vannak, Szekszárd környéki falvakban találhatók ezek a lakásotthonok. Családi házakban laknak a gyerekek, 8-12 gyermek él egy-egy otthonba. Leginkább problémás gyerekek érkeznek, akiknek a sorsát próbáljuk jobbá tenni. Még nincs autó. De akkor 10 000 év legyen. Tud. Még 10 000 év tudok. Igen, kb. 10 000 év. Hát akkor kérek egy autót. Nikolettnek hívták, testvéreivel együtt került a lakásotthonba egy pár évvel ezelőtt, és igazából nálunk nőtt fel, és amikor kikerült a lakásotthonból, a családot alapított, 2 kislányt nevel, és rendszeresen megkeres bennünket, elhozza a gyerekeit megmutatni, és mindig beszámol róla, hogy hol tartanak az életbe, és ez nekünk mindig nagy öröm. Szeretném, hogyha végzek az iskolával, akkor Fejér megyében tudjak elhelyezkedni munkával, elsősorban ez a célom, édesanyámhoz visszaköltözni. Hát ugye nekem mindig is az volt a célom, hogy anyámhoz visszaköltözhess, és akkor ezt szeretném is megvalósítani, ott dolgozni, barátnőmmel szeretnék ott lakni. Csabinak az esete, ez most nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nagyon szívesen jár az iskolába, és a munkáját, az iskolát nagyon szereti, és büszke arra, hogy ő oda járhat. Az Isten kegyelme. Pályázatok útján valamennyi lakásotthonunkat felújítják, kívülről, belülről, hőszigetelve, ablakcsere, ez most is látszik itt az otthonban is. A gyermekek ellátására, a napi ellátására 840 forint körüli összeggel, pontosan nem is tudom, most hirtelen nem jut eszembe, és abból kell a gyermekeknek a napi 5-szöri étkezését biztosítani. Ellátogattam egy pár gyermekotthonban, láttam, hogy ezek a gyermekek, akik kikerültek a család ölelő karjaiból, hova kerültek. Ezek egy nagyon szép, nagyon felszerelt gyermekotthonok, azonban nem adják vissza azt a család melegét, amit mindenki szeretne megadni a gyermekének. A szekszárdi gyermekotthon közel áll a szívemhez, hiszen én is Szekszárdon születtem. Ezeknek a gyermekeknek számítástechnikai eszközöket szeretnénk venni, hogy lépést tartsanak a fejlődő, gyorsuló világgal. Belegondolva, hogy én itt lakok, nem szeretnék, tehát nem szerettem volna úgy élni, ahogy akkor, mielőtt bekerültem. Tehát örülök, hogy ide bekerülhettem.